Csak az első osztályosok jelentkezhetnek minden évben, mert ők végig fogják kapni ezt az ösztöndíjat. 3000 dinár havonta az ösztöndi, 10 hónapon át fizetjük a gyerekeknek. Természetesen nem szabad, hogy egyesük legyen fél évkor, két negatív osztályzatnál már megszüntetjük az ösztöndi folyósítását, és be kell adni a tanulmányi eredményről, 6., 7., 8. osztályról a bizonyítvány fénymásolatát, és a szociális helyzetükről, tehát tulajdonképpen arról, hogy a szülők dolgoznak-e, mennyi a családbevétele, mert ez is 20 pontot visz a pontozásnál.